Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, igen nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai lakossági fórumon. Külön köszöntöm Mesterházi Attila, a miniszterelnök jelöltet, és kedves feleségét, Szilviát. Elnök úr, miért választotta Ajkát az országjárás során, a kampány körül során? Azt gondolom, hogy Ajka egy jó példa sok mindenre, ami megoldást hozhat Magyarországnak, hiszen számos olyan kezdeményezése volt az itteni önkormányzatnak, ami akár országos problémák megoldásához is jó példát adhat. Lehet itt a munkahelyteremtésről beszélni, vagy éppen a háztartásoknak a felújítása a panel programba, hiszen azt hiszem 7000 lakásból több mint 5000 lakást felújítottak, korszerűsítettek, és ezek mind olyan példák, amelyek jelenleg is szerepelnek a mi programunkban. Tehát mi is szeretnénk a következő 4 évben 250 000 új munkahelyet teremteni, biztos fizetést adni az embereknek, ezért emelnénk a nettó minimálbért 100 000 forintra, emellett korszerűsítenénk a háztartásokat, hogy a rezsi csökkenés az valóban igazságos és fenntartható legyen. Igazságos attól lesz, hogy a gazdagoknak nem adunk egy fillért se, a szegényeknek pedig többet adunk, a fenntarthatóságot pedig azzal garantáljuk, amit Ajka is csinált, hogy felújítjuk a háztartásokat, szigetelés, nyilászárócsere, fűtésrendszer korszerűsítés, ez mind-mind lehetővé válik Európai Uniós finanszírozásból. Ráadásul ezeket a munkálatokat a magyar kis- és középvállalkozók tudják elvégezni. Emellett tervezzük azt is, hogy lerövidítjük a várólistákat az egészségügyben, hiszen azt látom, hogy 3 évet is néha várni kell egy-egy műtéti beavatkozásra, ezért azt vállaljuk, hogy radikálisan csökkentjük, majd megszüntetjük a várólistákat, és még egyet talán hadd említsek Önöknek, ami szintén a megélhetéshez kötődik, ez pedig az alapvető élelmiszerek árának a csökkentése. Azt látjuk, hogy ez olyan hatalmas költség a magyar családok életében, hogy érdemes csökkenteni, kell csökkenteni ezeket a költségeket, ezért a legmagasabb áfakulcsból a legkedvezményesebb áfakulcsba fogjuk átsorolni az alapvető élelmiszereknek a körét, sőt, bővíteni is akarjuk ezeket a termékeket. A kampány során nyilván nagyon sok mindenkivel találkozik, értem ez alatt azt, hogy a lakossággal, mint itt Ajkán is. Melyek azok a legfontosabb problémák, amit a lakosság, az emberek várnak a következő kormánytól? Hát valóban most már így, hogy számoltam, több mint 70 településen voltam egy ilyen lakossági fórumon, vagy bármilyen kisebb-nagyobb beszélgetésen a választópolgárokkal. Ez azt jelenti, hogy most már 20-30 000 ember volt, akivel személyesen is tudtam találkozni. Nézd, mindenhol a munkahely. Tehát ez az első probléma, amit említenek az emberek, hogy munkahely, 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 ez kell mindenhol. És ez egyébként nem térségspecifikus, mert Zala megyében ugyanezzel a problémával váltak, mint hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy éppen Békés megyében. A másik az, hogy megjelent most már a úgynevezett dolgozói szegénység is, tehát mondjuk nem csak azok vannak bajba, akik közmunkások, vagy akik éppen munkanélküliek, hanem akik tisztességesen dolgoznak, azok sem tudnak megélni a fizetésükből. Hát erre a két problémára reflektál az a két vállalásunk, amit Önnek is mondtam, hogy munkahelyeket teremtünk, és emeljük a nettó minimálbér összegét, mégpedig úgy egyébként, hogy a munkaadói járulékterhek ne növekedjenek. Tehát nehogy bárkit is el kelljen azért bocsájtani, mert emelkedik a minimálbér. Amit még mondanak, hogy nagyon sokan elvándorolnak, ez összefügg természetesen az elszegényedéssel, a munkanélküliséggel. Ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy kalandvágyból mennek külföldre a fiatalok, hát ezzel mindig-mindenhol felháborodnak az emberek, hiszen nem kalandvágyból mennek el, hanem azért, mert nem tudnak Magyarországon megélni, nem tudják eltartani a családjaikat. Éppen ezért mindenhol azt kérik tőlem, bármerre is járok, hogy olyan programot folytassunk, olyan országot építsünk közösen, ahova vissza tudnak jönni ezek a fiatalok, az itthon lévők pedig nem vágynak el, tehát Magyarországon tudjunk tisztes megélhetést adni a magyar családoknak. Erről is szól a mi programunk, hogy hogyan lehet a jövedelmi különbségeket csökkenteni Magyarországon, hogy lehet egy olyan új adórendszert bevezetni az egykulcsos adórendszer helyett, mert csak a gazdagoknak kedvezett, hogy mindenki többet tudjon hazavinni egy kicsivel a borítékjába. Erről szól a több kulcsos igazságos adórendszerünk. Elnök úr, ahogy Ön is említette, a legutóbbi választási nagygyűlésen a család egyesítés hangsúlyosan szerepel az önök programjában, azonban ehhez európai bérek is kellenek. Vajon ezt meg lehet oldani azokkal az intézkedésekkel, amit Ön imént említett, vagy más is kell még hozzá? Így van, úgy szoktak általában fogalmazni az emberek, hogy most már az árak európaiak, úgyhogy most már a béreknek is európainak kéne, hogy legyenek. Ezért gondoltuk azt, hogy az első fontos lépés a nettó minimálbér megemelése 100 000 forintra. Ez egy olyan másfélszeres emelkedést jelent a mostanihoz képest, és ez a több kulcsos adórendszer, amit az imént is említettem, ez úgy fog fölállni, vagy olyan kulcsokat fog tartalmazni, hogy 500 000 forint bruttó havi kereset fölött lesz csak egy magasabb adókulcs, tehát a gazdagoktól, a nagyobb keresetűektől több teherviselést várunk,
Viszont aki ez alatt keres, mindenkinek azt szeretnénk, hogyha több pénz maradna a hó végén a borítékjában, és értelemszerűen minél kisebb valakinek a fizetése, annál nagyobb legyen az az előny, amit ezzel az új adórendszerrel úgymond realizálni tud. Ezzel próbáljuk a jövedelmi különbségeket kiegyenlíteni, amik ma már a felső 10 és az alsó 10% között most már 9-szeresek. Ez éppen lassítja már a gazdasági növekedést is, nem csak társadalompolitikai problémákat okoz. Emellett én azt látom, hogy az egzisztenciális gondokon túl van egy másik érv is, amit említeni szoktak azok, akik elmennek külföldre, ez pedig ez a nagyon erős megosztottság Magyarországon, ez az állandó háborús hangulat, hogy mindig valaki ellen harcolunk, valakit le akarunk győzni, valakit ki akarunk rekeszteni a nemzet fogalmából. Éppen ezért mi egy nyugodt, békés, félelem nélküli Magyarországot szeretnénk. Szerintem nem jó az, hogyha bárkinek félnie kell azért, mert más a véleménye, vagy kritikus a kormánnyal szemben. Az a jó, hogyha mindenki szabadon elmondhatja az álláspontját, nem kell eltitkolnia például a párt preferenciáját. Úgyhogy mi egy nyugodt, békés, modern, fejlődő és igazságos magyar köztársaságot képzelünk el, ahol az egzisztenciális jólét, meg a jól lét, azaz a boldogság minden magyar családnak a hétköznapi életének a része tud lenni. Elnök úr, önök is és a kormány is egészen másképp látják az ország gazdasági helyzetét, azt hiszem az így természetes nagyjából, de vajon önök ellenzéből mennyire látnak bele a gazdasági helyzetbe, mennyire látnak bele a kártyákba? Magyarán szólva, adott esetben érheti-e önöket meglepetés? A költségvetés tekintetében egészen biztosan nem pontosak az információk, hiszen még a KSH is bizonyos adatokat nem szolgáltat, ami korábban rendszerszerűek voltak, és bizony a költségvetés helyzetét sem látjuk teljesen részletesen. De maga a magyar gazdaságról azért is van egy viszonylag tiszta kép, hiszen ezt nem csak az ellenzék értelmezés elemzi, hanem az Európai Unió és különböző ezzel foglalkozó cégek, szakmai műhelyek is. És azt látjuk, hogy ez a nem ortodox gazdaságpolitika, amit a miniszterelnök képvisel, ez megbukott, hiszen az államadósság történelmi csúcson van, az euró árfolyam történelmi csúcsokat járt be az elmúlt években, a benzin üzemanyagár szintén történelmi csúcsokat döntött, nincsen olyan gazdasági növekedés, amiről korábban beszéltek, hát álmodtak 7%-os gazdasági növekedést még 2010-ben. Ebből az látszik, hogy nem úgy működik a gazdaság, ahogy ezt a miniszterelnök állítja. Magyarországot elkerülik a befektetők. Éppen itt Ajkán voltunk egy céglátogatáson, ahol egy jó példát lehetett látni, hogy vannak tervei, vannak elképzelései a vállalkozóknak itt Magyarországon, itt konkrétan Ajkán is, de eddig még soha semmihez nem kaptak például állami projektből vagy állami EU-s forrásból támogatást, nem mindent csak saját maguk erejéből kellett megvalósítani, miközben több száz embert, már nem 500 embert foglalkoztatnak. Tehát pont az lenne a cél, hogy ilyen projektekhez nyújtson az állam Európai Uniós finanszírozásból támogatást, mert amúgy pedig látható módon lecsökkent a beruházások száma Magyarországon, a 90-es évek közepének a szintjére csökkent a magyarországi beruházásoknak az aránya. Éppen ezért egy olyan gazdaságpolitika kell, ami a gazdasági növekedést inspirálja, ösztönzi, és a munkahely teremtést támogatja. A mi elképzelésünk ilyen, ez az kell, hogy a bizalmat helyre kell állítani a magyar gazdasággal szemben, kiszámítható jogbiztonságot kell teremteni, és akkor fognak jönni Magyarországra akár a külföldi befektetők, akár pedig a hazai vállalkozók is bátrabban mernek majd belevágni egy-egy új beruházásba. Ide nagyon sokan eljöttek, ezt külön megköszönöm, de el kell menni szavazni is, és ennyien kevesen leszünk. Tehát mindenki ismerősét, barátját vigye el, és ahogy elhangzott a szavazófülke magányában, úgy szavazzanak, hogy a Veszprémi 3-as választókörzetben az egyéni szavazólistán az elsőre szavazzanak, az éppen én vagyok, az egyesre szavazzanak. A pártlistán pedig az utolsó előtti, a 17-esen, az MSZP, az Együtt, a DK, a PM és a liberálisoknak a listája, amelyet Mesterházi Attila vezet. Ha ezt a kettőt behúzzák, akkor behúzhatjuk a győzelmet. Köszönöm, hogy megjelentek. Vasárnap szavazunk.